érdekes történetnek az élőhű képeit szerettek volna előhozni, és egy ilyen dokumentumfilm stílusban, tehát nagyon sok kézbe fogott kamerával, kézbe ültek a dalikra, tehát hogy legyen egy kis mozgalma az egésznek, ne csak lássuk ezeket a szép vagy érdekes vagy izgalmas képeket, hanem úgy érezzük, hogy mi is benne ülünk valahogy. Remélem ez a film segíti legalább megközelíteni azt, hogy ezek a gyerekek, ezek a forradalmárok, ezek valamilyen formában hősök voltak, és kiálltak a saját hazájukért, és a saját múltjukért, és próbáltak egy új jövőt teremteni. Az a vízilabda csapat igenis a világ legjobb csapata volt, és megállták a helyüket, amikor az oroszok ide bejöttek, a Szovjetunió megtámadta Budapestet ugye 2000 tankkal és nem tudom hány divízió katonával, és szétverte egész Budapestet, szétlőtte az egész várost. Mégis az olimpián, amikor 7 ember ellen küzdött egyenlő feltételekkel, akkor a magyarok tényleg 4-0-ra megverték ezt a csapatot. A színészek mind fantasztikusak, és nagyon szépen játszották el a darabot, nagyon hihetően, és tényleg beleélték magukat.